Korda György népszerű slágerét is előadta a Fedáksári Színház operett és táncdal koncertjén. A Paksi Életfa idősek otthonában csütörtökön ünnepelték az idősek világnapját. Az intézmény évek óta igyekszik mosolyt csalni a lakók arcára, ezért készültek most is a vidám hangulatú előadással. Hol máshol, ha nem a mi otthonunkban kiemelt fontosságú az idősek világnapjára megemlékezni, és természetesen ez hagyomány már nálunk évek óta, hogy ünnepélyes keretek között tisztelegjünk az időseink előtt, a megbecsülést, az irántuk érzett tiszteletet, szeretetet, ilyenkor még inkább szeretnénk kihangsúlyozni. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Csengei Dénes Kulturális Központ helyünkbe hozott egy műsort. A Fedáksári Színház az 1966-os táncdal fesztiválok indulásáig nyúlt vissza az időben, és az akkori slágerekből válogatott. A programon részt vett Paks polgármestere is, Szabó Péter a rendezvény kapcsán úgy fogalmazott, a program a szépkorúak iránti tiszteletadásról, háláról és gondoskodásról szól. Meg is köszöntem igazgató asszonynak, hogy ennyire gondoskodnak az itt élőkről, az itt élő idős lakókról, és természetesen nem csak ezen a napon, de ez is nagyon fontos, hogy kijelöljünk egy napot, egy olyan ünnepnapot, amikor csak róluk szól ez a nap, hanem minden nap. A nap 24 órájában olyan helyen töltik a mindennapjaikat az itt élő idős lakók, amikor mindenki gondoskodik róluk. Minden itt dolgozónak szeretném ezúton is megköszönni, tényleg ezt a 24 órás jelenlétet, 24 órás gondoskodást. Az intézmény vezetése a programokkal igyekszik mindig a lakók kedvében járni. Októberben a tervek szerint a ringató foglalkozásoknak is helyet biztosít az Életfa idősek otthona.